Átlagosan naponta 2-3 állatot ér olyan súlyos bántalmazás, hogy rendőri segítséget kérnek. Hódosan Éduan már vendégünk volt itt egyszer az Evogattában, és most pedig szeretettel köszöntöm, mondhatom, az Állatvédőség és a Cerberus iskola atyát, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad az Evogattába itt a meghívásunkat. Én köszönöm, és már nagyon régóta mondhatni barátok vagyunk, dolgozunk együtt. Most itt ugye szilveszter közeledik. Ez is egy aktuális téma, de legfőképpen tőled azt szerettem volna minél megkérdezni, mert te annyi állat kínzást láttál már életedben, hogy szerinted miért kínozzák az emberek az állatokat? Nagyon egyszerűen megtehetik. Tehát vannak olyan személyiségű emberek, és az embereket itt tegyük idézőjelbe, akik nem tudják máshol kiélni azt a hatalmi érzésüket, hogy hatalmat gyakorolhatnak a gyengébbek felett. Ilyenekből lesznek a családbántalmazók, a gyerekbántalmazók, és ezek valahol általában az állatokat is ugyanolyan motiváció mellett bántalmazzák. Ez az egyik fele a társaságnak. A másik fele az, akik tudatlanságból, és itt inkább a gondatlan tartásból, hogy nem megfelelőképpen tartja azt az állatot, ebből lesz az állatkínzás. Mondok neked egy példát, például rátesz egy láncot a kutya nyakára, és ez belenő egy idő után. Ugye, tehát itt egy gondatlan tartásból lesz később egy állatkínzás. A harmadik fele pedig, akik Boliból, Brahiból, ezek általában fiatalabbak közül kerül ki, de egy biztos, hogy mindegyik személyiség olyan, ami a társadalomra mindenféle szinten veszélyes. Mint állatvédőrség, mit tapasztaltok? Ugye most már jó pár éve foglalkoztak ezzel konkrétan. Hatósági segítséget kaptok ezek az emberek, akiket ti állatkínzáson értek, és valóban ez megvalósul. Rengeteget látni a Facebook oldalatokon és a weboldalatokon, és szörnyebbnél szörnyebb képeket. Kapnak-e mi a már büntetést? Van-e egyáltalán valami szankció, amivel rá lehet világítani az agyukra, hogy ezt nem kéne tenniük? Két részre lehet bontani ezt az egészet. A felderítés és a közbeavatkozás, elhelyezés az tökéletesen működik. Tehát nagyon jól tudunk együtt dolgozni a rendőrséggel, nagyon jól tudunk együtt dolgozni a hatósági állatorvosokkal. De abban a pillanatban, amikor átkerül egy ügyészségi szakba a nyomozás, ott lehet érezni, hogy az ügyészek, bírók nem ismerik még, nincs múltja, nincs történelme az állatkínzásoknak, illetve ezeknek az ítéleteknek Magyarországon, nincs példa, amire tudnak hivatkozni, és itt nagyon-nagyon sok ügy elsikkad, olyan is, aminek nem lenne szabad elsikkadnia. Tehát itt még vannak javítani valók. Akkor egyáltalán mondhatjuk azt, hogy bárki kínoszhat állatot, mert végül is nem történik vele semmi. Nem, ez nem teljesen így van, hiszen az állatkínzás is egy elég szerte ágazó téma. Mondjuk vegyük a szaporítókat, ugye, akik embertelen körülmények között tartják az állatokat, amik a tartási körülmények fölérnek egy állatkínzással. Ott például nagyon komoly büntetéseket rónak ki a hatósági szervek, egyre inkább is, egyre jobban. Milyen büntetéseket? Pénzbüntetéseket, itt a navosok is beszállnak, hiszen van, aki 20 éven keresztül úgy tenyeszt kutyát, hogy egy fillér adót nem fizet utána. Az a szaporít. Az a szaporít. Hát én azt mondom, engem nem az adófizető része érdekel, engem az érdekel, hogy milyen körülmények között és milyen minőségű kutyákat tenyészt vagy szaporít. A minőségi tenyésztő az, aki utolérhető, a szaporító az, akit nagyon nehéz megfogni, és nekünk az a feladatunk, hogy ezt nagyon nehezen megfogható szaporítókat előkotorjuk. Itt nagyon jó példák vannak előttünk. Hangsúlyoznom ki, hogy az elmúlt években szinte példátlan volt, de letöltendő börtönbüntetést is szabtak ki állatkínzókra. Ezek is a mi ügyeink voltak 2-3 esetben is. Én nem volt még Magyarországon, hogy valaki állatkínzásért börtönbe menjen. Én úgy látom, hogy jó az irány, amiben megyünk, nagyon sokat kell még dolgozni, csak hát... Ahogy látom, egy nagyon agilis és mobilis fiatal csapattal dolgoztok együtt, illetve ti adjátok a tapasztalattal, tudással sok-sok év után a háttértámogatás nekik. Jó érzés az, hogy azért van egy olyan fiatal réteg, aki nem engedi ezt, és együtt dolgozik veletek, illetve kicsatlakozhat az állatvédőrséghez. Tündér vagy, ezt úgy is megfogalmaztad volna, hogy mi vagyunk a vének benne. Nem voltam ilyen szemtelen lenni, de a tapasztalat meg a tudás az idővel jár szerintem. Soha nem vagy szemtelen. A következő helyzet, rengeteg fiatal és akár középkorú, de még idősebb ember is jelentkezett az állatvédőrségnek. 2000-nél több aktív jelentkezőnk van. Szinte minden megyében jut állatvédőr, csak hát még ez is gyerekcipőben áll, itt még szervezési, koordinációs problémáink vannak.
Állatvédőrnek az jelentkezhet, aki vállalja azt, hogy az állatvédőr tanfolyamot leteszi. Ezt egy rendőrtiszti főiskola által összeállított tananyag, ami jogi, gyakorlati és egészségügyi tételeket foglal magában. Ha ezt a sikeresen leteszi ezt a vizsgát, még akkor se kötelező állatvédőrnek lenni, hiszen bármelyik egyesületet segítheti a munkájával, tudásával, de ha úgy gondolja, akkor a bármelyik megyei koordinátorunknál jelentkezve ő elkezdheti ezt a munkát. Milyenkor a feladatuk konkrétan? Nagyon szerteágazó, hiszen ki mihez ért. Én úgy gondolom, hogy mindenki maradjon annál, amivel a legjobb. Nagyon sokan interneten segítenek, nagyon sokan hirdetnek, nagyon sokan ideiglenes befogadók vannak. Vannak egészségügyiseink, akik traumás esetekhez kimennek, ha arról van szó. De vannak az aktív, beavatkozó csoportok, akik kimennek bejelentésekre, ellenőrzik a helyes állattartást, felgöngyölítik. Sőt, még egy pici kis vizsgálati osztályunk is van, ahol ilyen nagyon súgva merem mondani, mert ugye nem lenne szabad, de nagyon sokszor olyan kis mini nyomozó munkákat is folytatunk, ahova információkat gyűjtünk, amit megosztunk utána a rendőrséggel, és közösen tudunk fellépni, akár egy állatverekedtetés, egy kutyaverekedtetés, vagy egy állatkínzás ügyében. Azt tanácsolom a nézőinknek, bár az ebugattát remélhetőleg főleg a kutyabarátok nézik, de semmiféleképpen ne menjenek el, ha állatkínzást tapasztalnak mellette, hiszen annak az állatnak lehet, hogy önök az utolsó esélye, és ha tudnak, akkor akár forduljanak az állatvédőrséghez is. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és természetesen folyamatosan az ebugatta folyam fog... Most bokiztam bele, bocsánat. Még egyszer a... Nem, csak a nagyon szépen köszönöm. Ugye? Ugye? Nagyon szépen köszönöm. Onnan is jó, igen, hogyha totál ágazat. Igen. Bocsánat. Tessék. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És minden kedves ebugatta nézőknek boldog új évet kívánunk. Remélem 2015-ben is az ebugattával fognak tartani.